A magyar nyelv és a magyar kultúra ápolása az egyik célja a győri Rotary jótékonysági fröccsnapoknak. Így az sem véletlen, hogy a tavalyi rendezvényből befolyt összeget is a Szép Magyar Beszéd verseny országos döntőjének támogatására fordították. Az összegyűjtött adománynak a legjelentősebb része a Kazinci Szép Magyar Beszéd versenyének támogatására fordítódott, ami a győri Rotary Klubnak a 10 éves fröccsnapok történetének az alap támogatási célja. A klub egyébként a Rotary Cserediák programot és az Adj életet ajándékba nemzetközi programot is támogatja. Az idei 49. Szép Magyar Beszéd versenynek 150 résztvevője volt. Ők 3 napot töltöttek Győrben, és többek között kulturális programokon is részt vettek. Németh Tibor, a Kazinci Gimnázium igazgatója rámutatott, a Rotary Klub által biztosított adományok minden évben nagy segítséget nyújtanak. A tavalyi fröccsnapok bevételéből kaptuk ezt az 1 millió forintot a Győr Rotary Klubtól. Most volt az elmúlt hétvégén a Kazinci verseny 49. országos döntője itt Győrött. Hát ennek a költségeire, a tanulók ellátására, illetőleg a versenyzőket határainkon, innen határainkon túl étkeztetni, szállásoltatni kellett, ehhez fogunk hozzájárulni belőle. A támogatás átadása után az idei programokra is kitértek a tagok. Tavaly már másodízben a környékbeli Rotary klubok is jelen voltak a fröccsnapokon, amelyek idén is tiszteletüket teszik, sőt, bővülnek 2 határon túli klubbal is. Nagyon sok olyan résztvevőnk lesz, aki a fröccs kultúrához kapcsolódóan a 20-as, 30-as évek könnyű zenéjét fogja a Széchenyi térre varázsolni. Ugyanakkor egy nagyon nagy meglepetéssel készülünk, egy külföldi fellépőt hívtunk erre a fröccsnapokra. Reményeink szerint összejön ez a produkció, amivel én biztos vagyok, hogy nagyon sok mosolyt fogunk csalni a győriek arcára. A 2014-es jubileumi rendezvényt július közepén tartják a Széchenyi téren.